Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. február 3-án pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Mezőtúri intézmény ellátó feladatai. Éves tervek a teke életében. Tenisz szakosztály évértékelő. A Mezőtúri Intézmény Ellátó Kft. Nevéhez számos feladatellátás fűződik, amely a város lakosságát is érinti. Többek közt a gyermek étkeztetés, a strandfürdő és a komp üzemeltetése. Az idei tervekről Papné Juhász Emília ügyvezető nyilatkozott. Elkezdődött ugye a 2023-as év, a Kft.-nek milyen fő feladatellátásai lesznek a jövőben? Hát nagy bizonytalansággal indul ez a 2023-as év, nagyon nagy megszorítások vannak. Ugye a legfontosabb feladatunk látszódik is az árbevételünkből is a gyermekétkeztetés. Nagyon üdvözöljük azt a hírt, amit kaptunk, hogy sikerült a konyha pályázat, nagyon ránk férne egy új konyha. Mind az Rényi, mind a Kilián konyha elég nagy erőfeszítésbe kerül nekünk, hogy megfelelő állapotban tudjunk főzni a gyerekeknek. Nagy kihívás volt a tavalyi év során, hogy a bölcsődéseknek is mi főzünk most már. Úgyhogy én örülök, hogy ezt mind szakmailag, mind minőségben meg tudtuk oldani ezt a feladatot ilyen körülmények között. Én úgy gondolom, ebben az évben még ebben a kint konyhába kell biztos főznünk. Úgyhogy ez nagyon komoly erőfeszítésekbe fog telni nekünk. Nagyon fontos feladatunk még a konyha mellett, ugye a strandfürdő üzemeltetése. Szeretnénk újra próbálkozni a vadászháznak a forgalmának, nem a szállás, hanem a kávézó forgalmának esetlegesen a bővítésével. A strand meg a úszoda üzemeltetése szintén elég nagy kihívás, azok is eléggé elavult technikában működnek, ott is nagyon örülünk az új pályázatnak, hogy sikeresen pályázott az önkormányzat egy topos pályázat keretében, hogy a strand gépészetét egy kicsit felújítsuk, meg turisztikai elemekkel bővítsük, tehát ez is nagy kihívás nekünk. Mellett ott vannak a városüzemeltetési feladatok, látjuk, hogy egyre nagyobb az igény. Sajnos még nagyon sok rossz tapasztalatunk van, mind akár a virágos kertek, akár az utak, csatornák használatával kapcsolatosan, de én úgy gondolom, hogy most is nagyon csapadékos volt az időjárás, mégis rendben működtek az átemelő szivattyúk, a épületek, úgyhogy a kompot szeretnénk minél hamarabb elindítani, és jó idő van, ott egy felújítási munkálatokat kell végeznünk, lesz egy ideiglenes szemlénk. Elfogadták a pályázatunkat a startmunkaprogramra, ott körülbelül 70-80 embernek a foglalkoztatását kell megoldanunk. Ez is elég nagy kihívás, hisz egyre nehezebb már olyan munkát találni, amit úgy el tudnak, meg el is akarnak végezni. Főleg, hogy az anyagköltségeink nagyon le vannak szorítva. És akkor én úgy gondolom, hogy minden ágazatról beszéltem. Úgyhogy ugyanazok lesznek a munkáink. Na még egy újabb a oktatási centrum, illetve a Blitz, a ipari park, klímaipari park. A Szolnoki úton van egy telephelyünk, amit már most egy az egybe átvettünk, és annak a rendbetétele az egy nagy kihívás lesz ebbe az évbe számunkra, akár úgy, hogy vállalkozóval végeztetjük el, akár mi velünk. Tehát ez egy teljesen új jellegű feladat lesz, az ott befolyt díjakból kell egy kicsit rendbe hoznunk azt a telepet. Stúdiónk vendége volt Kovács Attila, a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület Mezőtúri képviselőcsoportjának frakcióvezetője, aki az elmúlt éves képviselői munkásságáról adott tájékoztatást a televízió nézőinek. Hogyan készülnek a 2023-as évre? Hát a 2023-ban is ugye rengeteg olyan
programunk van, amit szeretnénk megvalósítani. Tegyük hozzá, hogy ugye majd most is lesz gyereknap, lesz a május első, ezeken részt vennénk, feltételezem, hogy a túri vásáron is, de nyilván ez is majd attól függ, hogy milyen lesz a közhangulat, illetve lesz-e ezekre igény, mert hogyha nem lesz igény, akkor nyilván mi is háttérbe vonulunk, mert egyébként vannak olyan dolgok, amiket el kell végeznünk. Ugye minden nap keresnek az emberek, ha nem is engem, de a képviselőtársainkat, azokat megkeresik olyan problémákkal, amik mindennaposak a mezőtúrvárosi életében, és akkor ezekre próbálunk mi megoldást keresni, akár az önkormányzaton belül, akár azon kívül, és nyilván ennek vannak olyan eredményei, amik szemben láthatók, vannak olyanok, amik úgy kézzelfoghatólag nem láthatók, de mégis eredmények, és mi azt gondoljuk, hogy ezek egy nagyon fontos eredmények így a város életében. Még egy fontos momentumot elfelejtettem mondani, hogy a Teke életében milyen változások voltak ugye 2022-ben. Ugye az önkormányzati választás után az egyik képviselőtársunk, Kötél János, ugye kilépett a frakcióból. Nyilván ennek több oka-foka van, ezt ő tudja a legjobban, hogy miért is tette ezt. Nyilván ezzel azokat a választókat, mert ugye ő a Teke színeibe indult 2019-ben, mi támogattuk, segítettük, gardíroztuk az egész kampányát, illetve fölkészülést erre a választásra. Végig mondta, hogy ő a Tekének a küldetésével és azokkal a értékeivel ért egyet, amiket mi képviseltünk. Aztán valami történt, ugye ezt nem tudjuk, hogy mi. Hát sejtéseink vannak, ugye ismerjük a Fidesznek a módszereit, hogy milyen ráhatások nyomán döntött úgy, hogy most tőlünk kilépett, és most már a Fideszt képviseli, tehát a Fidesznek az irányvonala mögé állt be, a Fidesznek a döntéseivel ért egyet. Ezáltal ugye meg is billent a képviselőtestületben a szavazatarány. Függetlenül attól, hogy mi továbbra sem ismerjük el azt a helyzetet, amit a új polgármester teremtett azzal, hogy ő nem ismeri el, hogy ő képviselő, holott ő városi képviselő is meg van választva, meg polgármester is, és Mezőtúrvárosnak pedig 12 tagú az önkormányzati keret tagja, ebbe beletartozik a polgármester, és független attól, hogy most betölti azt a személy, vagy nem. És ugye megváltoztatták ezáltal azt is, hogy a minősített többséghez eddig 7 szavazat kellett, most már 6. Egyébként szerintem egy nagyon jó fölállás volt ez a 6-6-os is, ugyanis egyik fél sem volt erős, hanem mind a kettő, mindig kompromisszumokat kellett kötni, ahol meg kellett egyezni. Hát most nyilván nincs ez a helyzet, majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni itt a város vezetés szempontjából. Milyen céljaik, illetve terveik vannak még így az egyesülettel kapcsolatban? Hát az egyesületnek azt szeretnénk még nagyobb nyilvánosságot kapjon, ugye van rengeteg olyan tagunk, akik támogatnak bennünket, még hogyha nem is az egyesületnek a konkrét tagjai, hanem valamilyen segítésbe vesznek részt, tehát amikor akár egy kitelepülésünk van, vagy kellenek aktivisták, akkor jelentkeznek nagyon sokan, támogatnak bennünket, és ezt a kört szeretnénk még egy kicsit szélesíteni, és olyan emberekkel megtölteni az egyesületet, illetve olyanokat meghívni, akár pártolónak is, akik tényleg szívvel, lélekkel tesznek ezért. Mert nyilván ugye ez az egyesület, ez kétfajta tevékenységet végez. Van egyik a politika, ugye nem tudjuk külön választani, ugye mi önkormányzatnál képviselők is vagyunk. A másik része pedig a mezőtúrnak a helyi olyan politikája, amivel gazdasági folyamatokat tudjuk befolyásolni, városszépítésbe veszünk részt, tehát számtalan olyan kezdeményezésünk volt, meg még lesz idén is, amit szeretnénk megvalósítani, amivel azt gondoljuk, hogy Mezőtúrvárosa csak több lesz. Mert nyilván, hogy független attól, hogy melyik oldal, mindenki, aki ott van az önkormányzatban, mint képviselő,
A legfőbb célunk az, hogy Mezőtúr városát tegyük élhetővé. Hogy akik itt vannak, akik itt laknak, azoknak ide jó legyen visszajönni, jó legyen itt lakni, megtalálják itt a számításukat. Nyilván ez nem egy egyszerű helyzet, főleg ebben a mai világban, amikor Mezőtúr városa is előregszik, fogy a lakosságszám, sajnos ugye itt van a főiskolánk, amit bezártak, ugye a felsőoktatás, ez én azt gondolom, hogy egy nagyon sarkalatos pontja volt a városnak, a fénykora volt, amikor ugye itt egy felsőoktatási intézmény is működött. Hát ezek nincsenek, ezeket kellene visszahozni, vagy kezdeni valamit ezekkel az épületekkel, ugye itt a főiskola épülete is, hát most, hogy lekapcsoltuk a gázt, akkor még jobban kihasználatlanul, tehát hogy kicsit úgy érzem, hogy még mindig vergődik Mezőtúr városa, tehát hogy nem találja meg a helyét, hogy hogyan lehetne ezt fölvilágoztatni. Tehát hogy tényleg egy olyan város legyen, ahova jó jönne, ahol jó lakni, dolgozni. Mi ezért küzdünk, és ezt szeretnénk ebben az egyesületben is. És akik részt vesznek az egyesületnek a munkájában, azok mind ezért vannak. Itt még el kell mondjam, hogy például én is készítek olyan kortörténeti kisfilmeket, a sorozatnak a címe Tudtad-e? Akik követik a Facebook oldalunkat, azok már biztos találkoztak ezzel, egyébként van YouTube csatornánk is. Ez teljesen független a politikától, itt a helyi értékeket, illetve az elmúlt dolgokat szeretnénk mind kultúrtörténeti, gazdaságtörténeti, ipartörténeti történeteket, eseményeket bemutatni. Ezek ilyen rövid kisfilmek, jelenleg már 13 rész készült el, ezt Csányi Rihárddal készítjük, illetve vannak mindig meghívott olyan riportalanyaim, akik esetleg a témának a mesterei, és akkor ővelük tárgyaljuk ezeket ki. Tehát ezzel is én azt gondolom, hogy színesíteni akarjuk magát, ezt a kultúrtörténetét, ami a városban folyik. Ugye itt is folyik egy városi TVT, és elvégeztek valami olyan munkát, ami egy értékteremtés, hát mi is ezt hozzá akarjuk tenni, hogy más oldalról, tehát pont ezért kerek a világ, hogy van ilyen ember is, van olyan is, én így látom a világot, a másik a másképp, és akkor ugye ezt próbáljuk megfilmesíteni, ezt szeretnénk majd az utókorra ráhagyni. A Mezőtúri ASC teniszszakosztály edzései az idei évben is nagy erőbedobással folytatódnak. A szakosztály életéről, terveiről Sajmes Martin edző nyilatkozott. Az új évben is gőzerővel folynak a tenisz edzések. Mit tudhatunk az elmúlt évről a sportolók életében, mit hozott, illetve milyen fontosabb eseményeket kell megemlíteni? Igen, folyamatosan zajlanak az edzések. Hát erre az évre az volt a célunk, hogy megtartsuk a gyerekbázist, ami már elég szép számú, több mint 40 gyerekkel kezdtünk neki az évnek, és hát szerettünk volna bővülni is. Most már ott tartunk, hogy 47 gyerek jár hozzánk teniszezni, és a felnőttek száma is azért növekszik. Célunk volt még az, hogy a szabadidős tenisz mellett, mert én mindig szeretem kihangsúlyozni, hogy mi szabadidős tenisszel foglalkozunk, de el akartunk kezdeni most már versenyzőkkel is foglalkozni, vagy elindítani gyerekeket a versenyzés útján. Ez sikerült is, mégpedig úgy, hogy a idei év főszereplői a lányok voltak, nekik már kiváltottuk a versenyengedélyt, és az első versenyükön országos diákolimpián az egyik csapatom első helyezést ért el, a másik csapatom pedig negyedik helyezést ért el, úgyhogy kezdésnek nem is kívánhattam volna jobbat. Nekik ugye ki lett váltva a versenyengedély, és most már a teniszszövetségnek a versenyein is indulhatnak, ezt szeretnénk velük folytatni jövőre is. Emellett tartottunk néhány házi versenyt, házi bajnokságot. Az egyik házi bajnokságunkra a teniszszövetség főtitkára Sütő Csilla is ellátogatott, és megnézte, hogy hogyan zajlik nálunk a munka, és hogy milyen szintre jutottak már el a teniszezőink, és én úgy éreztem, hogy tetszett neki, amit látott. Augusztus végén tartottunk még egy felnőtt teniszversenyt is. Hát 30 év után ez volt az első ilyen amatőr teniszverseny Mezőtúron. A megyéből szép számmal jelentek meg, több mint 30 indulónk volt. Ezt jövőre is szeretnénk megtartani. Ez nagyon színvonalasra sikerült, én úgy érzem.
Emellett idén is tartottunk egy tenisztábort, ez is már negyedik év, hogy sikerült megtartanunk, és idén is teltházas volt. Több korosztály is jár teniszezni, ugye említetted is a kicsiktől a nagyokig egyaránt. Mit tudhatunk a különböző korcsoportoknak az edzéséről, hogyan alakul egy heti edzés? Ketten tartjuk az edzéseket, én és a kollégám Erdei Kristóf. Mind a ketten csoportos edzéseket tartunk különböző korosztálynak, egészen a kicsi óvodásoktól felnőttekig, és korcsoportokra vannak bontva. 4-től 6 fős csoportok vannak, ez heti 2 edzése van minden gyereknek nálunk, plusz van néhány tanítványunk, aki a csoportos edzések mellett egyéni edzéseket is vállal. A csoportok kialakításánál a tudásszintet is figyelembe szoktuk venni, de hát nagy vonalakban így zajlanak. Miért ajánlod ezt a sportágat? Milyen pozitív hatásai vannak? Hát nagyon sok pozitív hatása van az egészségre és a gyerekek fejlődésére, a többi sporthoz hasonlóan. Viszont ha egy dolgot ki kéne emelnem, akkor az az, hogy ez egy élethosszig űzhető sport, amit bátran ajánlok bárkinek. Hogyan készültök erre az évre? Milyen céljaitok vannak? A céljaink idén is ugyanazok, szeretnénk megtartani a gyereklétszámot, hát bővülni már nagyon nehezen tudunk, mert mind a ketten másodállásban dolgozunk, és annyi teniszedzésünk van, hogy ennél többet már nem igazán tudunk vállalni, főleg így a téli időszakban. Úgy készültünk fel az évre, hogy megvan a helyszín, ahol egész évben tudunk edzeni, ez úgy van, hogy a téli időszakban 2 iskolának a tornatermében vagyunk, ebben és a Kossuth útnak a tornatermében. Aztán a nyári időszakban, ami körülbelül áprilisban kezdődik, a szabadtéri időszakot pedig a sportpályán vagyunk. Célkitűzésünk még az, hogy több gyerek csatlakozzon be a versenyzésbe, és amit mondtam, hogy megtartsuk ezt a gyerekbázist, ami most megvan. Hogyan lehet jelentkezni az edzésekre? Ugye említetted, hogy az a cél, hogy többen legyetek. Hogyan lehet jelentkezni, és mikor? Hát aki szeretne járni teniszezni, annak először is velem kell felvenni a kapcsolatot. Általában ez úgy szokott megtörténni, hogy telefonon megkeresnek. Aki szeretne engem elérni, ha a sportpályán kérdezősködik, akkor valaki biztos meg tudja neki adni a telefonszámot, és először is nálam lehet jelentkezni. A sportolóknak milyen lehetőségeik vannak a fejlődésben? Hát nálunk nagyon jó lehetőségeik vannak arra, hogy szinte korlátlanul teniszezzenek. Erre nagyon kevés helyen van lehetőség. Mindenhol nagy összegeket kell fizetni azért, hogy valaki teniszezhessen. Ez nálunk szerencsére korlátlan. Nálunk nagyon jó lehetőségük van arra, hogy elinduljanak a versenyzés útján. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy megszeressék és legyen egy életre szóló hobbiuk a gyerekeknek. Mi körülbelül olyan, hogyha valaki szeretne versenyezni, akkor mi olyan 12-14 éves koráig tudjuk garantálni a fejlődésüket, utána már én úgy érzem, hogy nem vagyunk azon a szinten, hogy tovább tudjuk őket vinni. Úgyhogy egy 14 éves korukig mi versenyeztetni is tudjuk őket. Tapasztalatok alapján mennyire népszerű ez a sportág? Hát most már itt Mezőtúron egyre népszerűbb. Azt lehet mondani, hogy én mióta 4 éve ezt csinálom, azóta folyamatosan bővült mind a gyereklétszám is, meg a felnőtt létszám is. Most már idén lehetett azt látni végre, hogy minden pályán. Voltak olyan napok nyáron, amikor minden pályánk foglalt volt, és várnunk kellett a pályára. Hát ilyen nagyon régen volt itt Mezőtúron. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!